Na most egyet visszaugorva, tehát hogyha azt feltételezve, hogy a rendszerváltás nem egy ilyen egy konkrét időponthoz kötjük, hanem mondjuk ott valahol a 80-as évek, 90-es évek elején még így belefér az értelmezésbe, akkor ugye a konkrétan az a műfaj, amivel mi is foglalkozunk, az ugye 1992-ben indult el az első magyarországi TI csoport, kerekasztal, Gödöllőn. Ezt megelőzően a 90-es évek legelején, 80-es évek végén volt lehetősége magyar dálpedagógusoknak megismerkedni közelebbről az angliai mintával, hiszen a TI az egy adaptáció, és így kerül be Magyarországra, úgyhogy ez mindenképpen egy konkrét válasz a kérdésedre, hogy a TI-t azt ebben az értelemben a rendszerváltás időszakában kapta Magyarország, hogy ez mennyire függött össze konkrétan a rendszerváltással, az egy nehezebb kérdés szerintem. Én közoktatásban, illetve felsőoktatásban dolgozom, és a drámapedagógiának ezt a szegmensét ismerem jobban egy kicsit, és én rögtön azt gondolom, hogy leszek olyan bátor, és megfordítanám ezt a gondolatot. Szóval én azt gondolom, hogy nem a rendszerváltás hatott a drámapedagógiára, hanem egy picit fordítva. Tehát, hogy a magyarországi drámapedagógiai mozgalmak, amelyek valóban, ahogy Gábor is említette, a 70-es évek elején már tetten érhetőek és megtalálhatóak az országban, hozzájárultak ahhoz a viszonylag szabadabb és erősebb kulturális légkörhöz, amely aztán nyilván messze nem egyenesen, de mégiscsak valamilyen módon egyfajta szellemi nyitottság felé való törekvést erősített meg az országban. Nyilván az én tisztem már csak a, hogy is mondjam, az életkorunk miatt is, hogy valamelyest beszámoljak erről az időszakról. A 70-es évek elején Pécsett volt egy olyan nagyon-nagyon jelentős műhely, ez egyébként az országos diákszínjátszó találkozó volt, ahol évenként, nyaranként összegyűltek az ország legkülönbözőbb helyeiről a diákszínjátszó vezetők és a csoportok is, és hát itt kerül arra sor, ahogy először Mezei Éva először meséljen a Birminghami útjának a tapasztalatairól, és Debreceni Tibor pedig a prágai, a cseh és a szlovák élményeiről, és hát ezek azok az első hatások, amelyekkel ezt a fajta megközelítést először megismeri a magyar pedagógus közönség, nevesen azt, hogy egy diákszínjátszás az nem feltétlenül a színpadi munka cél, tehát a színpadi eredmény céljával születik meg, hanem az oktatási folyamat, mint olyan, legalább annyira fontos része. Az egyik, ami a 93-os oktatási, közoktatási törvénynek a következtében létrejöhetett, az az, hogy az alapfokú művészetoktatási intézményekben megjelenhetett a színjátékszak. A másik ilyen nagyon fontos dolog az az 1995-ös első nemzeti alaptanterv, amelyben tantárgyi megfogalmazásban megjelent a dráma, akkor ugye a dráma és tánc és dráma struktúrában, és ami nagyon fontos, hogy a művészetek műveltségi terület részeként, és hát a harmadik ugyanilyen nagyon fontos terület, hogy lehetett érettségizni, érettségi vizsgát tenni drámából ettől az időszaktól. A Katonában elindult egy komplex nevelési program, színházi nevelési program, német mintára, de hogy ez kicsit olyan volt, mint hogyha szóval valahogy egyszer csak így jött volna, de hogy ennek milyen előzményei vannak, az egy jó kérdés. Tehát én még emlékszem arra, hogy amikor én Berlinből hazajöttem, és az ott látott gondolkodásmódot, egyáltalán a színház társadalmi felelősségvállalásáról, a ifjúság felé való fordulásáról láttam, és akkor ugye már itthon is volt ilyen, és amikor elmentem az első ilyen szakmai fórumra, én emlékszem arra első kérdésre, amit nekem szegeztek, hogy miért gondolom azt, hogy ezt egy kőszínháznak csinálni kell. Tehát, hogy valahogy nekem az volt az élményem, úgyhogy tulajdonképpen úgy csatlakoztam ebbe bele, hogy tehát nem így organikusan, hanem egyszer csak elkezdtem ezzel foglalkozni,
hogy mintha ennek nem lenne előzménye, vagy mintha ebből az egészből kimaradtak volna a kőszínházak, ami egyáltalán nem biztos, hogy tényleg így van. Tehát, hogy találtam már olyan, azt hiszem, egy 71-es cikket a Színház folyóiratban, ahol máig releváns kérdések voltak arról, hogy miként kéne megszólítani az ifjúságot, hogy nem csak a kedvező bérletekkel, meg a közönség szervezéssel, hanem a cselekvővététellel. De valahogy ez az egész diákszínjátszó mozgalom és drámapedagógia, ez a hivatalos színházi struktúrán kívül kezdett el fejlődni. Szerintem sok mindenre találunk előzményeket, de tendenciákat biztos, hogy nem fogunk találni. Tehát az arra szerintem itt emlékeznék, de majd lehet, hogy valaki is sikít a nézők közül, hogy ő máshogy tudja, de amennyire én akkor visszatok emlékezni, tehát az, hogy a magyar színházakban olyan típusú kezdeményezések lények mondjuk, ami bármilyen tehát hogy valamilyen fontos szempontból hasonlít mondjuk egy mai Radnóti Sörkényes katonás ilyen típusú programhoz, szerintem ilyen nem volt. A mai mindennapi munkátokban éreztek-e bármilyen hatást, ami a rendszerváltás felől fúj, vagy afelől értelmezhető? Tehát, hogy a mai mindennapokban megjelenik-e valami, ami közvetlenül rendszerváltáshoz, vagy ahogy említetted, hogy ez egy folyamat, annak valamelyik folyamat részéhez köthető? Én azt gondolom, hogy tulajdonképpen mindenféle dolog, hiszen amiket az előbb felsoroltunk, ezek mind-mind-mind a rendszerváltás idején létrejött és megszületett történetek befolyásolják a mai napig az életünket. Tehát foglalkozunk az érettségivel, meg foglalkozunk a képzések formájával is. De azt gondolom, hogy amit várnánk, tehát hogy egy ilyen szép lineáris építkezésnek volnánk itt a tanúi, avval nem igazán tudom megerősíteni. Mi kellene ahhoz, hogy ez összeállhasson rendszerre? Most megint egy német példát hozok, de azért is, mert talán ez most már itthon is tendencia lesz, hogy ugyanebben a felhívásban, ebben a 71-esben, amit a Német Színházi Szövetség adott ki, egy nagyon sarkalatos pont volt az, hogy arra hívta fel a színházak figyelmét, hogy az oktatási intézményekkel egy szoros együttműködést kell kialakítani. És ez a mai napig egy nagyon komoly vállalkozás, ez a TUS, az a iskoláknak és a színházaknak az együttműködése Németországban, és talán ez itthon is egyre inkább működik. Most kifejezetten így a kőszínházakra gondolok, és ahol ezek a programok. Jó, nem arról van szó, hogy vannak elkötelezett a dolgusok, akik elviszik vagy ide, vagy oda a gyerekeket, de az, hogy ez egy tehát rendszernek azt lehetne nevezni, tehát hogyha itt van valamilyen támogatás, program, elképzelés, vízió, lásd a abortált Lázár Ervin program, amíg el se indult, tehát hogyha mögött lenne valami vízió, vagy lenne valami, amit hogy lehetne érzékelni, hogy na, ez most egy arra egy kísérlet, hogy a kulturális oldalról teremtsük meg a kapcsolatot az iskolák és a színházak között, akkor azt érteni. De pont ezt mondom, hogy szerintem vízió van. Tehát, hogy például a Németországban az, hogy minden színháznak van a pedagógusoknak szóló programja, és rendszeresen járnak oda osztályok, akik nem csak előadást néznek, hanem az egész éves tanmenetükbe ez be van tervezve. És főleg az, hogy a pedagógusokkal külön módszertani képzések, tanári segédletek, tehát ez egyszerűen ez egy színháztól elvárás már. És azért most a saját példámat tudom mondani az Örkényben, hogy ott is ez rendszerszerűen van végig gondolva, hogy mi miként működünk el a pedagógusokkal és az iskolákkal. Az Örkény rendszerünk. Tudom, csak azt mondom, hogy most a vízióról beszélünk, vagy arról, hogy ez az Örkény víziója, meg a katonának is van víziója, meg a Radnótinak is van víziója, de egyébként a kultúrás minisztériumnak erről nincs víziója. Az biztos, de még lehet. Ja, hát lehet. Oké, igen, lehet, persze. Az emlegetett elkötelezett pedagógusokon kívül milyen lehetősége van? Én azt gondolom, hogy nagyon sok van az elkötelezett pedagógusokból. Tehát én azért legalább annyira optimista vagyok, mint Gábor ebben a kérdésben, csak a saját területemen. Tehát én azt gondolom, én azt gondolom, hogy nagyon sok lehetőségünk van, és ezt eléggé erősen ki is használjuk a közoktatás keretein belül is. Iszonyúan kell lennének szakemberek, akiket képezni kéne a felsőoktatásban,
jól működő tanárképzésben iszonyúan kellenének más szakos tanárok, akik tudják, hogy ezek milyen eszközök, amiket használunk. És hát iszonyúan jó lenne, hogyha azokat a tanárokat, akiket képzünk a tanárképző intézményekben, uram, bocsád, drámapedagógiával képeznénk, tehát az a tanár, aki végez tanárként, vagy leendő tanárként egy felsőoktatási intézményben, az mondjuk kapna olyan készség- és képességfejlesztő lehetőségeket, meg kapna lehetőséget arra, hogy például művészeti programban, vagy bármiféle olyan rendszerben részt vegyen, ami az ő személyes fejlesztését szolgálja, vagy személyesen átélné a cselekvésen keresztül történő tanulás folyamatát, és akkor esetleg nem idegenként találkozna ezzel, hanem az eszköztárának lenne a része. Észrevettem még egy párhuzamot, azt elmondom, el fogom felejteni, hogy a magyarországi történetben, tehát a színházen és magyarországi történetében, ezt te is mondtad, Gyuli, hogy az elején óriási szerepe volt a közművelődési intézményeknek. Tehát az első csoport az Gödöllő a Művelődési Házba kezdte a működését, a Káva a Marci Bálint téren kezdte a működését. Tehát hogy ott volt egy lehetőség arra, vagy ez nagyon izgalmas, hogy nem színházaktól indult, mondjuk ugye Angliában speciális színház kezdte el ezt a dolgot, hanem hogy egy közművelődési intézmény. És ugye akkor itt van egy, ugye szokták mondani, hogy Magyarországnak a rendszerváltás után az egyik nagy értéke volt, hogy ezt a közművelődési rendszert úgy, ahogy át tudta menteni, nem rohadt le teljesen. De aztán azért az idő mégiscsak megtette a magáét, tehát ez a rendszer azért mégiscsak elkezdett rohadni, és nem nagyon, tehát nem volt igazi kísérlet arra, hogy ezt valahogy koncepciálisan átgondolják. Volt egy program, emlékeim szerint 2009 környékén, amit Agórának hívtak, ami ilyen talán tereknek a felújításáról szól, de igazából ott sem történt meg az, hogy ezeket a tereket, mert a közműveledési tereket, amik egyébként ugye behálózzák az országot, na ezeket mondjuk színházi terekké tenni, és akkor el lehetne érni azokhoz ahhoz a célközönséghez, akihez egyébként nem biztos, hogy eljutna a színház. Azok a történeti előzmények, azok a hatások, amik felmerültek az elmúlt percekben, 10 percekben, hogy az szükséges-e tudnia egy most pályakezdő drámainstruktornak, drámapedagógusnak, színházpedagógusnak, hogy szükséges-e tudnia a történelmi hátteret, a nemzetközi előzményeket, szükséges-e tudnia a nagy nevek csarnokát. Most ugye nem került még elő, de feltétlenül szükséges megemlíteni Kaposi Lászlót, a Magyar Drámapedagógiai Társaságot, a Magyar Drámapedagógiai Szemlét, a Marci Bálint téri központot. Tehát, hogy ma szükséges-e egy pályakezdőnek ezt a történelmi tudást tudnia? Én azt gondolom, hogy azért szükséges tudni, mert az ember mindig tudja a gyökereit. Tehát könnyebb építkezni úgy, hogyha az ember tudja a gyökereit. És nem csak tudja, hanem ismeri is. És tudja, hogy azokból mit tud megtanulni, és mit tud továbbvinni, vagy mit tud beépíteni saját magába. Ez a mi szakmánk, ez borzasztó színes, illetve megint ezt a... Tehát nagyon örömtelien színes, ahogy ezt itt a Gáborral együtt, igen, itt megpróbáljuk megfogalmazni. És azt gondolom, hogy pontosan az a csodálatos benne, és hát én ezt nagyon iparkodom tanítani is az egyetemistáimnak, hogy egymásnak ellentmondó. Tehát annak idején ezt el is mondtam, hogy sok mindenkivel fognak itt találkozni, és egymásnak ellentmondó állításokkal is fognak találkozni ezeken az órákon. Ez egyáltalán nem baj. Válasszák ki azokat, amelyek számukra fontosak, és építkezzenek azokból, és találják meg önmagukat ezeknek az alapoknak a felépítésével. Igen, kell tudni a gyökereket, azért kell tudni a gyökereket, hogy táplálkozni lehessen belőlük. Már adom is. Mondjad. Én személyesen tudok válaszolni, hogy én úgy kerültem bele ebbe a szakmába, vagy az örkénybe is, hogy Berlinbe éltem, és én tulajdonképpen ezt ott tanultam meg, és amikor hazajöttem, akkor ezt elkezdtem csinálni, de hogy amíg addig fölnőttem, tehát egész gyerekkoromban engem az egész színházi nevelés, de drámapedagógia totálisan elkerült, tehát én soha életemben nem találkoztam semmi ilyenre, mondjuk vidéken nőttem föl, de mondjuk ez nem mentség.
szükség erre, de hogy ott valahogy ez nem voltak ilyen dolgok. Egy fontos kérdést vethet fel. És hát igen, és hogy ugye hazajöttem, amit ott láttam, és nekem az egy akkora flash volt, hogy itt mennyi minden van, és még folyamatosan tart ez, ahogy egyre több mindent megtanulnak, szóval, hogy persze, tehát, hogy ez iszonyatosan hasznos. És pont amit mondtál, hogy néha ellentmondó törekvések, egymással vitatkozó dolgok, de hát, hogy ennél jobb nincs, mint hogy az ember a saját dolgait megtalálja, mint hogy sok ellentétes dologgal találkozik. És ráadásul ez is nagyon jó, hogy az ember azt gondolja, hogy hú, ez a kérdés most mennyire aktuális, és rátaláltunk, meg nem tudom, és aztán kiderül, hogy ja, 20 éve pont ezen vitatkoztak. Szóval, hogy kár is nem megnézni, hogy ott mire jutottak az emberek, mert azért lehet, hogy sokkal előrebb lehet jutni, hogyha használjuk már az eredményeket. Szerintem megkötésekkel igaz ez. Tehát, hogy tehát bizonyos értelemben a magyarországi drámapedagógia, színházelés, új színházi műfajok, amikről beszélünk, az egy nagyon gyors fejlődésen ment keresztül. Bizonyos értelemben viszont lehet nyomasztó 30 év súlya. Tehát el tudom képzelni, hogy aki ma elkezd ezzel foglalkozni és tanulni, azt agyonnyomja, hogy már mennyi minden van. Tehát hogy ezt valahogy úgy kéne, hogy ne kösse meg az alkotói szabadságát. Tehát ez akár drámával foglalkozik, akkor is, ugye ez legalább annyira művészet, mint amennyire pedagógia. Tehát hogyha a drámatanári munkát is így tekintjük, akkor ott is lehet bénító az, hogy mennyi mindent kéne tudnom ahhoz, hogy én egyáltalán belevágjak abba, hogy akkor most megcsináljam az első drámafoglalkozásomat, az első előadásomat, az első programomat. Tehát ez simán lehet, hogy agyonnyom valakit, hogy úristen, hát itt már micsoda nagy múlt van, meg nem tudom, csoda, hogy igen, szerintem is kell, illik tudni, nem tudom, micsoda, hogy mi történt, de valahogy ez valami értelmes helyre kell tenni a fejben, hogy így nehogy megkösse az új energiákat, mert hogy itt nem, tehát én nagyon amellett vagyok, hogy itt Isten ments, hogy itt kánonok alakuljanak ki, tehát ezek a műfajok, amikről itt beszélünk, ezek nem erről szólnak az egész biztos, ez egy folyamatosan átalakulásban lévő valami 30 évet, tehát bekerült valami ide Magyarországra 30 évvel ezelőtt, ez folyamatosan azon dolgozunk, hogy itt ez valahogy alakuljon, új utakat keressen, új kapcsolódási területeket találjon, tehát olyan fúziók jöttek már létre, amik nagyon-nagyon izgalmasak, nagyon inspirálóak, ezeket bizonyos értelemben agyon lehet nyomni a kanonizálódással, tehát hogy szerintem tudom, hogy nem erről beszéltünk, csak hogyha, ha az a kérdés, hogy kell-e tudnia ma valakinek, aki ezzel ismerkedik a múltat, akkor azt mondom, hogy kell tudni, és utána tegye el való a fejébe, hogy ne korlátozza az alkotói szabadságát. Ugye én nekem, amikor azt mondja valaki, hogy rendszerváltás és színház növelés, akkor az jut eszembe, hogyha nem lett volna rendszerváltás, akkor nem tudnak egyesületek alakulni, és szerintem a Kaposi Laci ebben iszonyú király volt, mert amikor megtörtént a rendszerváltás, akkor hirtelen 3 egyesületet is alapított, ami tök jó, nem egyedül nyilván, csak most azért mondom őt, mert mind a háromhoz ő kötődik, a Drámapet Társaságot, az Odét, az Országos Diákszínház Egyesületet, ezt se felejtsük el, hogy az is hozzátartozik, és a Kerekasztalt, és mind a 3 egyesületi formában működött. És ez például nem lehetett volna, hogyha nincsen a rendszerváltás, vagy ez annak a következménye. Szerintem van valami alapvető ügy, amit nem mondtunk ki. Nem tévedés, és nem véleménykülönbség, hanem szerintem lehet, hogy mint ex-közgazdász, de hogy muszáj szerintem a struktúrából kiindulni. Szerintem ez marha fontos, hogy a mi célunk, tehát a céloknak például a felépítése, a struktúrája, az lehet sokrétű. Tehát lehet az a célunk, hogy kineveljük az őrkény katonaradnót, és stb. Lehet az a célunk, hogy társadalmi kérdéseket feszegessünk. Lehet, hogy az a célunk, hogy önmagunk is egy jó közösségként valamilyen példát mutassunk. Nagyon sokféle cél lehet. De a Kolibri Színház így az évi 350 foglalkozásával teljesen önzetlenül van jelen ebbe a dologba. Ezt higgyétek el, ugyanis mi 0-tól 18-ig, mondja ezt Novák János, de nyilván 0 éveseket nem hoznak a színházba, tehát még fél évestől 18 éves korig fogadunk be fiatalokat. Mi biztosan nem azért vagyunk, hogy a Kolibrinek aztán a felnőtt rétege visszajárjon, mert nincs felnőtt rétege. Tehát mi valóban azt tűzték
tűztük ki elsődleges célul, hogy egy kommunikációs folyamatban, egy ilyen flow-ban legyünk a gyerekkel, és olyan társadalmi kérdéseket feszegessünk, ami őt is, meg minket is érdekel, mert semmiben 19 színész van ebben a folyamatban, akik aktívan találkoznak és dolgoznak a gyerekekkel, és 5 vagy 6 színházi pedagógus, attól függ, hogy Egervári Gyuri mikor ér rá. Hogy 5 vagy 6, igen, az egyik ő közülük. És még a struktúrákkal kapcsolatban azt is szeretném mondani, mert mindig lelkifúdásom, amikor az a kérdés előkerül, hogy a nehezebb sorsú, nehezebben elérhető fiatalok és gyerekek számára hogyan tud, vagy nem tud, vagy akar, vagy nem akar például a Kolibri valamilyen fajta programot csinálni. Úgy szerintem a struktúrát tekintve az is nagyon fontos, hogy nem mindenki tud mindenütt jelen lenni. Tehát egyszerűen az a struktúra, amit például a Kolibri 1992 óta fölépített, az nagyon sokszor nem engedi meg azokat a fajta független akciókat, amiket mások viszont fölvállalnak, és megengedhetnek magunknak. Várj, picit, hogy fejezem meg. Hogy kimenjünk, elérjünk olyan rétegeket, és ott olyan jól oda, szóval jó kis programokat csináljunk, de tényleg annyira igényelném, csak egyszerűen lehetetlenség. Tehát az ember, amikor a keretekről beszéltetek, én is károsnak tartom a 30-40-50-100 évet így egy az egybe bemagolni, mert szét kell rúgni ezeket a kereteket, de nem árt tudni, hogy mit rúgunk szét, ez tény. De ugyanilyen keretek vannak a létezési struktúrán belül, érted? Tehát, hogy ezek nagyon fontos. Abszolút, de egyébként, mondjuk, ha én mezei néző lennék, lakos polgár, nem lennék Magyarországon, akkor nekem nem az az elvárásom, hogy ti magatoktól ezt oldjátok meg, tehát nektek bőven elég az évi 350 edest lejátszani. De ha már mondjuk a szeretett kormányunk létrehoz mondjuk egy Lázár Ervin programot, akkor abban miért automatikus az, hogy kihagyja az ezzel a területtel foglalkozó csoportokat? Tehát, hogy pont, hogy akkor ott lenne a kiváló lehetőség, ott van az X milliárd forint, amit beletolnak ebbe a programba, akkor miért nem... 600 milliárd. Oké, akkor miért nem tesznek külön figyelmet arra, hogy ezek a programok eljussanak mindenfelé? Az nem nektek kéne barátom, ezt megoldani, hanem biztosítani kellene a kereteket. Igen, de én amikor ide elhívtatok engem, akkor azon gondolkoztam, hogy vajon melyik rendszerváltásról fogunk beszélgetni. A 89-esről, vagy a 3/4-es tragédiáról. Értitek? Tehát, hogy ezért. Azért, mert megtehetik és megteszik. És ez egy borzalmasan súlyos dolog, és amennyit a kőszínházi konstrukción belül, vagy hogy egyes embereket esetleg jobban ismersz, mint másokat, azon belül tudsz harcolni, azon kívül, ezeken kívül azt lehet még megcsinálni, hogy felrúgjuk a csába az egészet, és lesz utána valami másfajta forradalom. És ezt most nagyon komolyan mondom. Nem szabad soha elfelejteni, hogy az a műfaj, amiket képviselünk itt, akár mindannyian itt a teremben, az egy, mondjuk a színház kultúrán belül egy réteg műfaj. Szerintem ez soha nem fogja leváltani azt a típusú polgári színházat, ami van Magyarországon. Most nem azt mondtam, hogy ez cél vagy nem cél, nem tudom, csak ezt tudomásul kell venni. Ez sose fogja egy olyan számot elérni, egy olyan hatást elérni, ami... Na, hogy mondjam, miközben ezt mondom, közben a frusztrációt is hozom magam, hogy ez a kérdésem, hogy ezt pont egy cikkben így próbáltam megfogalmazni, hogy akkor számon kérhető-e magunkon például az a fajta kudarc, sikertelenség helyzet, amiben mondjuk ma Magyarországon vagyunk, miközben ugye minden egyes előadásokkal azt hirdetjük, hogy plurális gondolkodás, hogy kritikai gondolkodás, hogy partnerség, hogy több szempontúság, vagy nem tudom csoda, és akkor ugye azt várnánk magunktól, hogy na, itt már fölnőttek generációk, több ezer gyerek, meg nem tudom csak, aki részt vett ezeken az előadásokon, hát akkor csak kéne már legyen valami látszatja ennek, hát hol vannak ezek a szavazók, ugye nem tudom csoda, de közben mindig emlékeztetni kell magunkat arra, hogy ez akkor is réteg műfaj. Tehát ha minden számot összeadunk, akkor is olyan picik vagyunk, hogy ilyen. Hogy én az Elizumban élek, tehát én a Nemes Nagyban is tanítok, amelyik egy kifejezetten erős, hogy mondjam, a szabad gondolkodásra nevelő iskola. És azt kell, hogy mondjam, hogy ahogy jönnek egymás után az évfolyamok, és találkozom velük, igenis van folyamat, higgyétek el, tényleg van. Egyre erősebbek, egyre kritikusabbak, egyre szabadabban gondolkodok, és előbb vagy utóbb, ez biztos, hogy én is pozitívan. Ez elefántcsónak effektus, Eszter? Nem, de igen, de aztán ezek az emberek tovább mennek, és tök jó lenne, hogyha lenne drámapet képzés, mert akkor még tovább mennének. Tehát, hogy nagyon lassú folyamatok ezek, de én hiszek ebbe. Ha nem hinnék, akkor nem csinálnám ezt nap, mint nap, újra és újra. Mit ennyien hiszünk van, csak itt van a nagy számok törvénye. Tehát, hogy konkrétan hány embert érsz el, hány embert ér el más, tehát itt erről van szó.